Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Jeremiás próféta könyve 20. fejezete megrázó fejezet. A próféta kiönti egész élete búsulását, fájdalmát. Innen olvastam a 9. és 10. versből ezt az önvallomást, amelyben Jeremiás elmondja, hogy hát amikor őt Isten elhívta a prófétai szolgálata, és nem akart próféta lenni, gyenge vagyok, anatót belül, falusi gyerek vagyok, hát rám fognak hallgatni Jeruzsálemben, a fővárosban. De mindjárt az első fejezet a tanúsága szerint Isten azt mondta neki, hogy Jeremiás, szóljál, mert én vas oszloppá és érzbástyává teszlek Júda fejedelme és népe előtt, és egy mandula veszőt mutatott neki első látomásában, ugye a mandula a legelső gyümölcsfa, amely rügyet bont Palesztinában, én nekem gondom van az igémre, hogy beteljesítsem azt, ha nem te szólsz, majd keresek más szolgálattevőt, és Jeremiás elfogadta ezt a szolgálatot, de nem láthatta nyilván előre még, nem tapasztalhatta előre még, hogy mi mindennel jár együtt ez a szolgálat. Itt már igen. A 20. fejezetben elmondja, hogy neki mindig szólnia kellett, amikor a lelkiismerete és hite szólásra indította, amikor a Szentlélek szólásra indította, de hát mit szólt ő mindig, hogy erőszak és romlás? Hogy mindig fölhívta az emberek figyelmét, hogy emberek mentek a szakadék felé, és méghozzá bekötött szemmel, és örültök annak, hogy egyszer majd belezuhantok, magatok se tudjátok, hogy hogyan. Nos, hát azt mondja Jeremiás, nagyon megindító ez a vallomása. Én elhatároztam, hogy nem szólok. És ez a Biblia vers, ez a 9.-10. vers, a Jeremiás könyve 20. fejezetéből volt az én egyik kedves tanítómnak. Nevét nem mondom, még a keresztnevét sem, mert annyira jellegzetes keresztneve volt, hogy akkor nagyon sokan azonosítani tudnák. Nem is ez a lényeg. Egy 20. századi, még a 21. századba is belekóstolt, akkor már idősödő keresztény tanítónak. Ez volt a legkedvesebb Biblia verse, hogy én eldöntöttem, hogy nem szólok. Minek kell nekem mindig beszélnem? Minek nekem kell mindig beszélnem? Hát beszéljenek mások. Talán, hogyha többen mondják, akkor jobban hisznek az emberek. De mindig csak egy valaki mondja. Azt mondják, hogy ez megbolondult, hát ez őrült, hát ez mint a monomániás, mindig egy dolgot hajtogat. De minthogyha égő tűz volna a szívemben, és a csontjaimba rekesztetve. Le akarom folytani, nem akarok beszélni, de mégis beszélnem kell. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, írjad. Arany Jánosnak is ez volt egyik versében megjelenő jelmondat, ezt is sokat szoktam idézni, ha későn, ha csonkán, ha senkinek, írjad. A késő is sokszor a prófétai beszéd, mert úgy látjuk, hogy már minden le van játszva, már az emberek tényleg ott vannak a szakadék szélén, jó erősen be van kötve a szemük, bele fognak zuhanni, hát már késő, ha csonkán, mert az emberi szó azért csonka, nem tökéletes, ha senkinek, hát ki hallgat ránk, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg, kérdezi Ézsaiás próféta könyve 53. fejezet első versében. De Arany János is ezt mondja, írjad, és a lélek is ezt mondja Jeremiásnak, mondjad.
és az én ige hirdetőm, aki engem a Biblia igaz ismeretére tanított, azt mondta, mindannyian félénk és gyáva természetűek vagyunk, de János, legyél bátor, és tudod ki a bátor? Aki legyőzi a gyávaságát. Hát ilyen bátorságot kívánok mai napotokra is.